Viszonylag ritkán fordul elő, hogy a szépségről beszélgetünk, inkább az egészségről, meg a különböző betegségekről szoktunk, de hogy köze lehet az életmódunkhoz a szépségünknek? Ha csak arra az egyszerű dologra gondolunk, hogy nem iszunk meg megfelelő mennyiségű folyadékot, akkor a bőrünk ráncosabb lesz, és már akkor nem tűnünk olyan szépnek, mint lehetnénk, hogyha megfelelően hidratálva lenne a bőrünk. És a szimmetria is egyébként a szépségnek az egyik összetevője. Tehát, hogy valaki születésétől fogva egészséges, megfelelően fejlődik, akkor inkább szimmetrikus lesz a teste és az arca, és magát a szimmetriát asszociálják a szépséggel. Azt is egészen könnyű belátni, hogy valaki rosszul táplálkozik, akkor az a bőrén is látszik, a sok vörös hús, vagy a sok fűszer. Természetesen, tehát amit beviszünk a szervezetünkbe, az befolyásolja a sejtjeink működését. Tehát, hogyha méreganyagokat viszünk a szervezetünkbe, tehát túl sok alkoholt iszunk, vagy dohányzunk, az bizony hosszú távon jelentős mértékben károsíthatja a bőrünket, a szervezetünket, ami megjelenik a kinézetünkben is. A szimmetriánk is sérülhet, hogyha nagyon sok méreganyagot viszünk be. A táplálkozás szintén megmérgezhet minket. Tehát, hogyha vörös húsokat fogyasztunk rendszeresen, és nem tartjuk be az egészségügyi világszervezet ajánlását, hogy csökkentsük minél jobban a vörös hús fogyasztást, akkor valóban olyan bélbaktériumok alakulhatnak ki a szervezetünkbe, amik káros anyagokat hoznak létre, amik megrövidíthetik az élethosszunkat, és esetleg elhízást okozhatnak, illetve a cukorbetegségre való hajlamot is növelhetik. Ha velünk maradnak, akkor néhány perc múlva kiderül az is, hogy az idegrendszer hogyan tudja a szépségünket befolyásolni.